Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Én Csonka Erzsébet vagyok, Rákóczi falváról érkeztem. A PPH egyik 9-es szintű vezetőjeként. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom a természetgyógyászat volt, mára viszont a legfontosabb dolognak tartom a PPH tanulói csapatszervezését. Rákóczi falván élek. Mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni a tanításaira, főleg amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mind úgy szoktak bekövetkezni szóról szóra, betűről betűre, ahogy ő jelzi nekünk. Erről nagyon-nagyon sokszor meggyőződtem a sok év alatt, mióta itt tanulok. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei és a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 különböző területen ért el piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja bolygószinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? És mit láttok, hogy a jó emberek tesznek azért, hogy legyen egy jobb világunk? Mint ha nem is lennének jó emberek? Igen. Tehát mire várnak a jó emberek? Sült galambra? Jönnek majd az UFO-k, azt megoldják, nem? Vagy? Jön Jézus, azt megoldja. Vagy esetleg mondjuk meditációval meg lehet majd oldani. Ha minél többen meditálnak arra, hogy jó legyen, akkor ez megoldódik magától. Nem tudom, az életetekben mi oldódott meg magától? Hát tőled megoldottak dolgok, de magától csak úgy nem. Tehát az életben nem oldódik meg semmi magától. Tehát nem is tudom, milyen gondolat az, hogy, és gondold végig, hogy több ezer éven keresztül nem jöttek le, és nem oldották meg az emberiség helyett, akkor most miért jönnének le, és oldanák meg most? Nem? Sőt, inkább ugye azt látjuk, hogy egyre rosszabb világunk van, nem? És ez tényleg annak köszönhető, hogy a jó emberek nem tesznek semmit, sőt, a jó emberek hagyják magukat, hogy birkásítsák őket. Szó szerint. Tehát, hogy ilyen általános elbutítást hagyják, és ennek következménye az általános elbutulás a világunkban. Tehát hagyják az elbutítást,
nem állnak ellent az elbutításnak, és akkor szépen elbutulnak. Nehogy már valaki azt mondja, hogy az elmúlt mennyi, 3 év, tehát 2020 év eleje óta az nem elbutítás volt. Hát olyan mértékű elbutítás volt, hogy valami hihetetlen. Jó, de ezt akkor lehetett megcsinálni, hogyha előtte már csináltak elbutítást. Nem? Tehát, hogyha nem csináltak volna előtte elbutítást, akkor nem lehetett volna azt megcsinálni, ami 2020 évelejétől történt. Hát ezt gondoljuk végig, mit tudom én áldom a jó sorsot, a jó Istenemet, hogy nem most kellett valamikor mondjuk az elmúlt 20 akárhány évben születne. De szó szerint. Tehát én nagyon örülök annak, hogy nem is azelőtt születtem, mint amielőtt születtem, és nem is azután születtem, amiután születtem. Tehát, vagyis amikor születtem. Tehát, hogy mondhatjuk azt, hogy a legjobb időben születtem. És ugye miért jó ez, hogy ezt mondom, tehát nekem miért jó ez a legjobb idő? Mert ugye én felnőttként megéltem egy előző korszakot, felnőttként megéltem élek egy következő korszakot, van összehasonlításom a korszakok között. Akkor ráadásul még ugye elég speciális módon nőttem fel, tehát ami azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy az átlagnál több szeretetet kaptam. És ugye valahogy úgy összerakták az életemet, hogy más lettem az átlagtól. Ez már gyerekkoromban is megnyilvánult. Ugyanis sose értettem, hogy miért nem volt osztályközösség, ahol én voltam. Tehát se általános iskolában, se középiskolában nem volt osztályközösség. Nekünk általános iskolában volt egy év után osztálytalálkozó. Középiskolában egyáltalán nem volt osztálytalálkozónk. És akkor máshol mindenütt volt osztályközösség, osztálytalálkozó, hegyek, mióta befejezték az iskolát, érted? Itt, ami legalább 5 évente, nálunk ilyen semmi nem volt. És akkor rájöttem arra, az elmúlt 10 évben jöttem rá, hogy miattam nem volt osztályközösség. Nem osztálytalálkozó, osztályközösség. Mert én a hülyékkel nem akartam közösséget vállalni. De tényleg nem akartam. Tehát most gondoljátok végig, általános iskolás korban már mondjuk a gyerekek felső tagozatban olyan 7.-8.-tól már dohányoznak. Sőt, már van, aki előbb, tudod. Akkor is így volt. Én soha nem volt dohányos barátom. Se dohányos barátnőm. Érted? Tehát én például a dohányosokkal sem vállaltam közösséget gyerekkorban, érted? Voltak a dohányosok, és voltak a nem dohányosok. Érted? És a nem dohányosoknak a vezetője én voltam. Oké? Én nem akartam közösséget vállalni olyan emberekkel, akik mások ebből a szempontból, érted? Tehát voltak olyan gyerekek, akik kötözködők voltak. Én nem akartam kötözködőkkel közösséget vállalni. Fölkértek őrsvezetőnek annak idején, azt mondtam, hogy azért nem vállalom, én azoknak a gyerekeknek nem leszek az őrsvezetőjük, érted? Ami nem azt jelenti, hogy nem volt nekem egy saját közösségem. Nekem volt óvodában saját közösségem, volt általános iskolában saját közösségem, középiskolában volt saját közösség, katonaságnál is volt. Még ott is, érted?
és ugye azért mondom, hogy egy kicsit másként üzemeltem úgy, mint a legtöbb, tehát nem is nagyon hallottam olyat, hogy nem volt osztályközösség. Hát nálunk semmilyen osztályközösség volt. Volt általában 2 vagy 3 klik, azért mert én létrehoztam, érted? Na most ezt most miért mondom? Mert ugye egy érdekes világban élünk, ahol ugye egy kicsit jobban utána nézett az ember a dolgoknak, mondjuk ugye a 90-es évektől, akkor ugye rájöhetett arra az ember, hogy sok minden az egyéntől függ. Tehát én már a 90-es évek elejétől tanultam olyan dolgokat, hogy az egyéntől mennyi minden függ. Tehát, hogy ő mennyire sikeres az életében, az mennyire függ az egyéntől. És legtöbb ember, akivel én találkoztam életemben, azt gondolta, tehát mondom a legtöbb, tehát nem azt mondtam, hogy mindenki ilyen, tehát a legtöbb ember, akivel én életemben találkoztam, az úgy gondolta, hogy az ő élete az nem tőle függ elsősorban, hanem mástól vagy másoktól, érted? És ugye én már 90-es években, 93-tól találkoztam, olvastam, foglalkoztam ilyen dolgokkal, hogy az ember az irányíthatja a saját életét, ha akarja persze. Csak ugye a legtöbb ember azt gondolja, hogy ő nem irányíthatja, mert ő ettől, attól, munkahelytől, ettől, attól, párjától, akárkitől, szüleitől, akárkitől függ, érted? Vagy éppen attól a környezettől, amelyben él, hogy függ. És hát lényeg az, hogy ugye az emberek mai napig is úgy gondolják, a legtöbb ember, akivel találkozom, hogy az ő életét ő nem nagyon irányítja, nem nagyon irányíthatja. Honnan veszem ezt? Tehát gondold végig, aki ma nem oda megy, ahova akar, azzal, akivel akar, akkor, amikor akar, és addig marad, ameddig akar, az nem szabad. Vagy szabad? Na, nem szabad. És ez nem csak anyagi szempont, de részben anyagi szempont is. Miért? Nem csak anyagi szempont, mert nagyon sok jó jövedelemből élő ember az nem tud elszakadni attól, amit csinál. Tehát úgy értve elszakadni, hogy helyhez van kötve, vagy időhöz van kötve. Tehát megnézed a vállalkozókat, ugye megegyezhetünk abban, hogy átlagosan a vállalkozók, cégtulajdonosok többet keresnek, mint az alkalmazottak. Nem? Megállapodhatunk ebben? Na most, tehát hiába többet keresnek a legtöbb vállalkozó, a legtöbb cégtulajdonos, az helyhez és időhöz van kötve. Tehát nem olyan, hogy bárhonnan tud mondjuk pénzt keresni, bármikor tud pénzt keresni. Nem olyan. Nem úgy végzi a munkáját. Tehát ahhoz, hogy valaki mondjuk így végezze a munkáját, ahhoz alapvetően az ismert, hogy legyen sok pénzed, fektesd be, érted? Magát a befektetéseket az intézheted bárhonnan a világból, és annak a jövedelméből, mit tudom én, megélsz. De hát hány ember tudja ezt megcsinálni a bolygón? Mondjuk a bolygó lakosságához képest mennyien csinálják? Mondjuk 1%? Vagy 1000%? Érted? Vagy még kisebb arány? Tehát ami azt jelenti, hogy 100-ból egy ember, vagy 1000-ből egy ember csinál ilyet? Hogy ebből él, érted?
Tehát ez az általános nézet, hogy így lehet elérni azt. Vagy például ugye az is egy befektetés, de hát ez hasonló ahhoz, amit mondtam, hogy mondjuk befektet az ember egy működő cégbe, vagy mindegy, hogy részvény tulajdonosként, vagy bármiként, és ott dolgoznak, és termelik nekik a nyereséget. Tehát ugye ez a kétféle álláspont van, hogy ilyenből lehet ugye elérni azt, hogy az embernek annyi pénze legyen, hogy ténylegesen szabad tudja lenni. Vagy esetleg van egy harmadik, az még ritkább, mikor az embernek van valami találmánya, vagy írásműje, vagy valamilyen művészi alkotása, amiből pénzt később is tud kapni, nem csak akkor, amikor megismerik azt a dolgot, hanem utólagosan is. Ezt úgy hívják ilyen jogdíjszerű juttatás. Tehát de ez megint, hogyha az összeset összevetjük, mondhatjuk azt, hogy 1% vagy 1000%, amelyik igazából a bolygón teljesen szabad, inkább azt mondanám, hogy 1000%. Tehát még csak nem is 1%. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyon jó módú az 1%, de mégsem szabadok, érted? Tehát most ott van például, mit tudom én, Magyarország leggazdagabb embere, szerinted ő szabad? Nem. Hát az nem szabad ember, aki úgy kell, hogy közlekedjen, hogy közben ilyen szekrények, ilyen, mit szoktak mondani, milyen szekrények? Kétajtós szekrények, igen, köszönöm, követik őt. Az nem szabadság, érted? Tehát a legtöbb olyan embert, aki szabad, az több ilyen kétajtós szekrény követi. Tehát olyan emberek, akik ilyen testőrök. Oké? Testőrök. Tehát az se szabadság. Tehát nem tud elmenni valahova, mert a testőröknek ott kell lennie, érted? Tehát ez nem szabadság. Tehát egy olyan világban élünk, ahol megnézitek, gyakorlatilag elvették az emberektől a szabadságot, ilyen alattomba, és az emberek erre nem jöttek rá. Nem jöttek rá. Tehát, hogy tisztában legyünk ezzel, minden ember szabadnak született. Tehát mindenki kivétel nélkül. De mi az, hogy szabadnak született? Hát, hogy születhetett szabadnak, mikor eleve 9 hónapig fogságban volt? Elég szűk fogságban, nem? Az édesanyja hasában az egy elég szűk fogság. Akkor ráadásul ugye megszületett, és akkor nem tud gondolkodni. Mert egyszerűen még nem alakult ki a gondolkodása. Ugye ezt is jó lenne tudni egy embernek, hogy az, hogy egy ember ténylegesen tudjon gondolkodni, az el kell telnie 21 évnek onnan, hogy megszületett. Na, ami azt, nem azt jelenti, hogy fog is gondolkodni, mert attól függ, hogy mennyire szokta meg azt, hogy gondolkodjon. Vagy mennyire azt szokta meg, hogy más gondolkodik helyette. Érted? Tehát mit jelent a gondolkodás? Hát ott van benne a szavunkban, hogy gondoldás. Tehát mikor az embernek van egy megoldandó feladata, akkor megoldja. Akkor gondolkodik és megoldja. Oké? Tehát most lehet, hogy ha így végig gondolod a dolgokat, akkor az jut eszedbe, hogy az iskolába is késztettek minket gondolkodásra, mert feladatokat adtak, és akkor azokat a feladatokat meg kellett oldani. De hát ugye nem sok olyan tantárgyunk volt, ahol feladatokat kellett megoldani, ha jobban megnézed, mert volt mondjuk a matek, nem? A kémia, nem? Meg a fizika. Aztán slussz.
máshol nem kellett, máshol mit kellett csinálni? Hát be kellett magolni gyakorlatilag a tananyagot, nem? Tehát ott nem volt feladat, tehát olyan feladat, hogy na most az ezt összerakjuk, abból mi lesz, érted? Vagy rakd össze, hogy legyen belőle ez. Olyan nem volt. Na most, tehát akkor megnézzük, mit tudom én, egy diáknak mondjuk az általános vagy középiskolába mondjuk van 10 tantárgya, általában annyi szokott lenni, tehát 10 tantárgyából volt 3, ami gondolkodásra késztetett, oké? Na most kérdezném tőled, ki az, aki, maradjunk az általános iskolánál, szerette ezt a 3-at, hogy matek, fizika és kémia, jó? Ezt a 3-at, mindet, tehát mind a 3-at, azt tegye már föl a kezét, én például fölteszem, én mind a 3-at szerettem és mind a 3-ból 4-es, 5-ös voltam, oké? És ezekből a tantárgyakból voltam a legjobb, ebből a 3-ból. Kémiából olyan jó voltam, hogy a tanár nem tudott olyan kémiai feladatot feladni, amire ne tudtam volna válaszolni, senki nem tudta ezt megcsinálni az iskolába, nem is értem, hogy miért nem küldtek el kémia versenyre, miért matek versenyre küldtek, érted? Pedig kémiában sokkal jobb voltam, mint matekban. Tehát ezt most azért mondom, mert ez a 3 tantárgy, ami gondolkodásra késztetett, az összes többi nem késztetett gondolkodásra, oké? És én azért szerettem ezt a 3 tantárgyat, mert nagyon jó volt a tanár mind a 3-ba, érted? Tehát valahogy kifogtam, hogy nagyon jó tanárokat kaptunk, és ezáltal jól lettem ebbe. Na most, tehát ott kezdődött a dolog, hogy az ember mennyire tanult meg gondolkodni gyerekkorban. És mondom, nincs több tantárgy, amiben gondolkodni kell. Ez a 3 van. Utána megnézem a középiskolát, ugye közlekedésgépésznek tanultam, nem, ott se volt további tantárgyak, ahol gondolkodni kellett. Ott is meg kellett, be kellett magolni dolgokat, és akkor azt vissza kellett adni. Érted? Jó, a szakmában ott ez kicsit más volt, mert mondjuk meg kellett szerelni egy autót, akkor gondolkodni kellett, hogy mi baja annak az autónak, és hogy kell megjavítani. Jó, de hát azt is ugye részben tapasztalatok alapján tudta az ember megcsinálni, tehát másoktól elleste, hogy na most ha ez a hiba, akkor ezt kell csinálni. De a matek, a fizika, a kémia az egy az egyben képletekről szólt. Na most, de gondold végig, tehát elérték az embereknél azt, hogy ne szeressék ezeket a tantárgyakat, mert ez száraz. Ez nem mesélős tantárgy, ez nem mese délután, érted? Nem olyan, mint a történelem, hogy tök jó mese volt az egész. Tehát az emberek nem nagyon szerették meg. És a többi mondjuk 7 tantárgy, az nem arról szólt, hogy gondolkozzunk. Egyáltalán nem. De ezzel meglepődtem egyébként, hogy én vagyok a teremben az egyetlen, aki mind a 3 tantárgyat szerette. Igen, a tanárokon függött, persze. Ez nem kérdés. Na most akkor gondold végig, hogy ezt már nekem akkor összerakták ezt gyerekkorba, hogy olyan iskolába lettem beiratva, ahol mind a 3 tanár nő, ez mind a 3 tanár nő volt, hogy tök jó volt, érted? Tehát a tanítási módszere, az nekem baromira bejött mind a 3 esetében, és 4-esnél rosszabb jegyeket ebből a tantárgyból nem tudtam hazavinni. Ha például volt olyan, hogy semmit nem tanultam ezekből a tantárgyakból, akkor sem tudtam 4-esnél rosszabbat hazavinni, érted? Abból bőven meg tudtam élni, amit
így van, amit a tanártól hallottam. Tehát lényeg az, hogy, ugye gondolkodás. Tehát honnan származik ez a gondolkodás? Tehát ugye egyedülálló lények vagyunk itt a Földön, akik tudnak gondolkodni. Te láttad már a kutyádat gondolkodni? Mondjuk a csirkét az udvaron. Tehát az állatok nem tudnak gondolkodni. Az emberek tudnak gondolkodni. Na most azért el kellene azon gondolkodni nagyon sok embernek, hogy vajon hogy a manóban van ez, hogy itt van ez a nagy bolygónk rengeteg élőlénnyel, és van egy faj ezen a bolygón, amely tud gondolkodni. Tehát akkor nem kell elgondolkodni azon, hogy mi miatt tud gondolkodni? Tehát miben lehetünk mások, mint a többiek? És gondold végig, a legtöbb embernek ez fel sem merül a gondolkodásában. Hát de miért nem merül fel? Hát mert valahogy fárasztja a gondolkodás. Érted? Most gondold végig, mennyivel egyszerűbb odaül egy a tévé elé, mondjuk férfiak néznek egy meccset, a nők néznek valami főzőcskét, vagy akármit, vagy egy filmet éppen. Érted? És közben nem kell gondolkodni. Te már tévé előtt gondolkodtál? Nem. Tévé előtt nem kell gondolkodni. Üveges professzor, mikor annak idején csinálta a kísérleteit, érted? Ott kellett gondolkodni. Igen. De egyébként a tévé nem arról szól, hogy az ember gondolkodjon. Na most ugyanez. Fogja valaki, mondjuk Facebook ugye talán a legismertebb közösségi portál, meg talán az legnagyobb is. Az egyik legnagyobb. És ha valaki elkezdi nézni, akkor ott gondolkodnia kell. Tehát ugye itt a fizikában, kémiában, matekban feladatok voltak, amit meg kellett oldani. Az életedben feladatok vannak, amit meg kell oldani. Érted? Kettő közt szoros összefüggés van. Tehát eléd rak az élet egy feladatot, és az a feladat azért van eléd rakva, hogy megold. De gondolkodás nélkül nem lehet megoldani egy feladatot. Tehát aki kapott egy matek feladatot általános iskolába vagy középiskolába, és nem oldotta meg, akkor kapott egy karót, egy egyest. Oké? Ugyanez az életünkben, egy feladatot, amit eléd raknak, nem oldod meg, az életben kapsz egy karót. De az hogy fog jelentkezni? Hát a karó is rosszul esett az egyesben, vagyis amikor általános iskolába jártál, vagy középiskolába rosszul esett az egyes. Na most rossz érzést okozott, ugyanúgy, ha az életedben nem oldasz meg egy feladatot, rossz érzést okoz. De az, hogy az ember megoldjon egy feladatot, gondolkodni kell. És azért mondom, hogy mennyire nem foglalkoznak az emberek azzal, hogy itt vagyunk az élővilágban, az élővilág egyik tagjaként, érted? Mint emberek, emberiség, és nem foglalkozik maga az egyén azzal, hogy miért vagyok én, és miben vagyok több, mint az összes többi élőlény. Nem foglalkozik vele. Pedig több vagy. Méghozzá sokkal több, mert képes vagy, illetve képes lennél gondolkodni. Érted? Az állat nincs olyan, hogy képes lenne gondolkodni. Nincs olyan, hogy a növény az képes lenne gondolkodni. Nincs ilyen. Az ember az egyetlen, amelyik képes lenne gondolkodni, és képes is gondolkodni. Érted? Ha akar. Persze ennek vannak feltételei.
hogy az ember gondolkodjon. Mert az ember úgy működik, hogyha nem jó állapotban van az ember, akkor hasonlatos egy nagyon fejlett állathoz, nem tud gondolkodni, hanem ösztönlényként működik. Tudod, mit jelent az ösztönlény? Mi különbség van az ösztönlény és a gondolkodó lény között? Hogy az ösztönlény annak alapján tudja megoldani a dolgait, amit megtapasztalt. A gondolkodó ember annak alapján is meg tudja oldani a dolgait, amit nem tapasztalt meg. Honnan tudni ezt? Csináltak kísérletet egy kisgyerekkel, tehát olyan, aki már éppen beszél, jár, érdekli a játék, és egy csimpánzzal. Ugye a csimpánz az az egyik legértelmesebb majomféle. És fogták, és játék, és tudod, egy olyan játékot tettek elé a két élőlény elé, ugye az ember és a csimpánz elé, hogy annyit megmutattak, hogy tehát van egy gömb, ismeritek azt a gömböt, hogy vannak rajta különböző nyílások, idom alakú nyílások, és vannak az idomok, és csak egy helyre tudod az idomot beledugni. Tehát mit tudom én, van rajta 10 luk, 10 idom, és csak egy helyre tudod beledugni. És akkor megmutatták a gyereknek, hogy azt szépen be lehet dugni. Érted? De nem mutatták meg, hogy hogyan, csak hogy be lehet dugni. Ugyanezt látta a majom is, ugye tudjátok, hogy a gyerek is utánoz, meg a majom is utánoz. És odaadták a játékot a gyereknek, majomnak, külön-külön természetesen, és a majom nem tudott vele mit tenni, nem tudta beledugni az idomokba, a idomok helyére azt az idomot, ami átmegy azon a lukon. A gyerek meg kitalálta, érted? Hogy nézegette, és ez összepasszol, és bedugta, és akkor megint nézegetett, tehát elég hamar rájött arra magától, hogy az idomoknak helye van, és ott kell bedugni, és csak ott megy be. A majom az össze-vissza próbálkozott bedugni, de sose jött neki össze. Érted? Egy se. Tehát a majom egyetlen egy idomot se tudott bedugni abba a gömbbe. Érted? A gyerek megoldotta magától. Az azt jelenti, hogy az egyik gondolkodik, a másik nem. Az egyik, tehát egyik sem tapasztalt még hasonlót, tehát nem tapasztalatból működtek, de mégis az ember meg tudta oldani. Érted? Mert képes a gondolkodásra. Na most, az is egy gondolkodás, tehát mit jelent a gondolkodás, hogy tiszta és világos legyen? Az azt jelenti, hogy az ember következtet. Érted? Ki következtet dolgokat? Ha nem így, akkor úgy. Ha nem úgy, akkor amúgy. Következtet. Érted? És a tökéletes következtető képesség az 21 éves korra fejlődik ki. Addig fejlődik, eléri a csúcspontot 21 éves korba, vagy megtartja azt a szintet, vagy akár tovább fejlődik azon a szinten, amit elért 21 éves korába, vagy elkezd visszafejlődni. Ez a folyamat. Tehát a következtetés az azt jelenti, hogy ez lehet, az lehet, amaz lehet, melyiket válasszam. Érted? És ki következteti, hogy a legjobbat válassza. Tehát a gyerek is a gömböknél kikövetkeztette, hogy hopp, ez ide nem megy bele, akkor forgassunk a gömbön, ide sem megy bele, forgassunk, ide, hopp, hopp, ide belement. És akkor elvette a következő idomont, hát ez ide nem megy bele, nézzük, hasonlítsuk össze, hasonlít ez a kettő, a luk meg az idom egymásra. Hasonlít, akkor belemegy, és belerakta. Érted? Ez a következtetés. De ez gondolkodás. Világos ez? Tehát az emberek azok tudnak következtetni. És minden ember képes erre.
Tehát minden ember, nyilván a szellemileg sérültek azok nem, akik szellemi sérülten születnek, ugye az egy más kérdés. De az épp elmélyűek azok teljes egészében képesek. És itt van a kutya elásva, hogy vajon mikorra értékel az egyes egyénnél azt, hogy ne alkalmazza a következtetést, tehát a gondolkodást. Mikorra értékel? Na most, ennek van tudatos része, hogy mikorra értékel, és van nem tudatos része. Nyilván egy szülő azt akarja, hogy minél okosabb legyen a saját gyereke, nem? Tehát nem hiszem, hogy létezik olyan szülő, amelyik azt mondja, hogy na, én minden áron elbutítani akarom a gyerekemet. Nem hiszem. Lehet, hogy van ilyen, de én ebben nem hiszek. Szóval én abban hiszek, hogy a szülő úgy működik, hogy minél okosabb, értelmesebb legyen az ő gyereke. Nem így van? Ki az, aki szülő itt? Oké? Oké, rendben. Jó, tehát szülők vagyunk ugye nagy túlnyomó többségben. Tehát ténylegesen erre törekedtünk, nem, hogy minél okosabbak legyenek a gyerekünk vagy gyerekeink, attól függ, hogy egy vagy több van. Szóval, tehát a szülő, mert nem lehet azt mondani, hogy ő szándékosan elbutította a gyerekét, nem? Tudatlanságból elbutításról az egy más kérdés, arról már lehet beszélni, nem? Vagy lehetne beszélni, hogy tudatlanságból elbutította a saját gyerekét, de az, hogy szándékosan elbutította, az biztos, hogy nem lehet mondani. Na most akkor érdemes tudni azt, hogy az emberi elme működését hát körülbelül 150 éve kezdték el kutatni. Biztos, hogy előtte is kutatták már, hiszen tudjuk, hogy kutatták, csak azoknak a kutatóknak a kutatási eredményeiket azt eltitkolták. Oké? Tehát például a Görögországban lévő kutatási eredményeket, anno a ókorban, stb. A Egyiptomban lévő kutatási eredményeket, ugye az emberi elme működésével kapcsolatban, az szépen feledésbe merült. És az újkorban, ugye Sigmund Freud kezdte el ennek a kutatását, utána lehet nézni, hogy mikor született, nem néztem meg, mert nyilván nem gyerekkortól kezdte el kutatni ezt a dolgot. Jó, hanem felnőtt korban kezdte el kutatni, hogy az ember elméje hogyan is működik. És azóta, mióta ő kutatta ezeket a dolgokat, azóta rengeteg olyan ember van, aki ezzel a témával foglalkozott, kutatta vagy tanulta, ez most részletkérdés. Jó? De az a lényeg, hogy foglalkozott ezzel a témával, hogy az emberi elme működése. És ez egy fura dolog, hogy 150 éve foglalkoznak ezzel a dologgal, de az emberek nagy részét ez a téma hidege hagyja. Pedig az emberi elme működésének következménye például az, hogy egy ember hogyan boldogul az életében. Tehát, hogy jól boldogul az életében, vagy rosszul boldogul az életében, vagy e közt valamilyen átmenet. Tehát ha az ember megismeri a saját elméjének a működését, akkor azt is megismerheti, hogy az elménk az fejleszthető. Hát az fejlődik. Képes a fejlődésre. Hát magától nem tud fejlődni, csak akkor fejlődik, ha fejlesztik. Érted? Tehát az emberi elme, ha például a szülő nem fejleszti, akkor nem fejlődik. Ha az iskolák nem fejlesztik, akkor nem fejlődik. Világos ez? De ha ugye a szülők például tudják azt, hogy fejleszteni kell az emberi elmét, akkor a gyerekeiknek ezt fejlesztik. Én szüleim se tudták. Nagyanyám sem tudta. Oké? Nagypapám sem tudta. Tehát nem tudták. De gondold végig,
Hát mondjuk a szocializmusban az ilyen irodalom az tiltott volt. Hogy hogyan működik az emberi elme? Hát az azt jelenti, hogy nem publikálták az ilyen irodalmat. Az nem tudott megjelenni. Most már a mai ma világában az ember utána nézhet annak, hogy hogy működik egy emberi elme. És ugye nagyon érdekes, azt mondják, hogy ó, hát mennyire vagyunk különbözőek mi emberek, ez tényleg így van. De az elménk mégis azonos működést mutat. És ezáltal, amikor ugye az bizonyos emberek tanulmányozzák az emberi elme működését, akkor nagyon érdekes, mert kétféle dologra szoktak ezzel kapcsolatban jutni az emberek. Vagy arra, hogy az emberi elme működésének tudását jóra használja, vagy rosszra. Ez pont olyan, mint a dinamitot lehet jóra használni, meg lehet rosszra is. Aki a dinamit feltalálója, most hirtelen nem jut eszembe a neve. Nobel? Nem Nobel volt. Ő találta fel a dinamitot? Igen. Szóval, ugye ő nem háborús célra találta fel a dinamitot, hanem arra, hogy mit tudom, útban van egy nagy szikla, vagy egy hegy, akkor lehessen utat robbantani, vagy mit tudom én, a bányákban lehessen robbantani, hogy könnyebben hozzáférjenek a bányának a termékéhez, idézőjelben. Jó, tehát ugye erre találta föl, nem arra, hogy majd robbangatnak vele. És ugye ez hasonló más feltalálókhoz is, hogy a legtöbb feltaláló az jó célra találta föl a találmányát, csak az emberek használják rossz célra. De ugye miért használják rossz célra az emberek? Mert visszaélnek azzal a tudással, ami a kezükben van. Érted? Tehát visszaélnek. Tehát a lőport se arra találták ki, hogy gyilkoljanak vele, érted? És ahhoz képest halomra gyilkolták már a lőporral az embereket itt a történelem során. Szóval gondold végig, hogy itt vagyunk mi emberek, és van egy nagyon fontos dolgunk, az részünk, az elménk. Hiszen az elménknek keresztül gondolkodunk. Tehát az elménknek van egy olyan része, amely képes a gondolkodásra. Csak ez az elmerész úgy működik, hogy ez képes kibekapcsolni. Ha jó állapotú az ember, akkor bekapcsol a gondolkodó rész. Ha rossz állapotú az illető, akkor lekapcsol ez a gondolkodó rész. Tehát az ember úgy működik, hogy vagy gondolkodó, vagy ösztönös. Egyszerre nem tud ösztönös is lenni, meg gondolkodó is. Tehát nincs ilyen. Tehát amikor az ember jó állapotú, akkor gondolkodik. Amikor rossz állapotú, akkor ösztönös. Tehát ugye ez úgy működik a mi esetünkben embereknél, hogy két agyféltekénk van. Van egy bal agyféltekénk, meg van egy jobb agyféltekénk. A múltkor éppen mesélte nekem valaki személyesen, mert egy eléggé művelt ember, de tényleg szó szerint értsétek, tehát aki a szellemi dolgokban elég művelt, hogy a jobb agyféltekénk az, ami az ösztönös rész. Én csak hallgattam, nem álltam le vele vitatkozni. Oké? Tehát ugye tegyük tisztába ezt a kérdést. Kérdezek, jó? Melyik nem az ösztönösebb? A férfiak vagy a nők? A férfi az ösztönös? Nem. Melyik ösztönös? Tehát melyik nem? A nem
Tehát melyik nem? Tehát a férfi vagy a nő? Tehát a női nem az ösztönösebb. Melyik a tudatosabb, vagy melyiknek kellene lenni a tudatosabb? A férfi, így van. Jó. Na most. Azt mondja, hogy a férfi ugye a tudatosabb. A nő az ösztönösebb. És nem tudom, tudjátok-e, hogy mondjuk, hogyha alszik egy férfi meg egy nő, hát ezt tudja, akik itt tanulnak, tudják. Melyik oldalon kell, tehát ha hanyat fekszenek, tehát háton fekszenek, melyik oldalon kellene feküdni a nőnek meg a férfinak? A nő a bal oldal, a férfi a jobb oldal. Jó? Akkor például, mikor mondjuk az anyakönyvvezetőhöz vezetik a házaspárt, akkor vajon melyik oldalon kellene menni a nőnek, és melyik oldalon kellene menni a férfinak? A bal a nő, így van, a férfi a jobb. Magyarországon ez hogy működik? Fordítva. Tehát Magyarországon ez úgy működik, hogy az anyakönyvvezető elvárja, hogy a férfi a bal oldalon legyen, a nő pedig a jobb oldalon. Tehát a bal agyféltekénk az az érzelmi oldalunk, a jobb agyféltekénk a tudatos oldalunk. Ez akkor is így van, ha bárki mást mond. Ha bárki más mond, azt meg akar téged téveszteni. Jó? Maradjunk ennyibe. Tehát a bal oldalunk a női oldal, a jobb oldalunk a férfi oldal. Tehát például, ha sétál egy férfi meg egy nő, melyik oldalon kellene menni a férfinak? A nő melyik oldalán? A nő jobb oldalán kellene menni, tehát a férfi bal oldalán, a hölgy van. Na most, de miért van ez így? Na most, hogy alakult ez így ki? Tehát itt évezredekről van szó. Évezredeken keresztül kialakult valami, ami berögzült, ami ott van a génjeinkben. Oké? Genetikai kód, be van kódolva. Ez minden férfinak, minden nőnek bele van kódolva, hogy hol a helye. Oké? Tehát bal vagy jobb oldal. Ez igazodik az elménkhez. Tehát amikor azt mondják, hogy a jobb oldal az érzelmi oldalunk, akkor hazudnak szándékosan. Jó? A jobb oldal a tudatos oldalunk, és a bal oldal az érzelmi oldalunk. Melyik oldalon van a szíved drága csillag, aki azt mondja, hogy az érzelmi oldal a jobb oldalunk? A szíved az melyik oldalon van? Aha. Tehát a szívünk az balra van eltolódva, érted? Tehát minden embernek bal oldalt van. És ugye mikor a szívről beszélünk, akkor érzelmekről is szoktak beszélni. És nyilvánvaló, hogy ahol a szívünk van, az az érzelmi részünk, és az agyunknak is az az érzelmi része. Világos ez? Tehát a másik felünk az a tudatos gondolkodás része, részünk. Oké? Na most, ez miért fontos? Nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy vagy az egyik működik, vagy a másik. Egyszerre nincs együttműködés. És nem így találomra azt mondja, na most akkor az agyunk, hogy na most akkor a jobb oldalunk működjünk, na most akkor a bal oldalunk működjünk. Hát ez így működnél, akkor elég fura lenne. Tehát ez nem így működik. Ez mindig a hangulathoz kapcsolódik. Tehát az ember jól érzi magát a bőrében, akkor képes gondolkodni. Nem jól érzi magát a bőrében, akkor ösztönösen cselekszik. Jó, ez most egy tanítás is. Azt, hogy hogy érd ezt így el, azt módszert úgyse fogok adni. Az a képzések. A módszer az a képzés. De hogy legyen információd legalább arról, hogy van egy elméd, ami legalább annyira fontos, mint a tested. És akkor még nem is beszéltem a harmadik részedről, a lelkedről.
ami megint ugyanolyan fontos legalább, mint a tested vagy az elméd. Tehát az ember, mondhatjuk azt, hogy három egyformán fontos részből áll. Az testéből, az elméjéből és a lelkéből. Így van. Na most, ezek közül melyik a mi halandó? Itt van három részünk. Abból egy a halandó. Az elménk és a lelkünk az nem halandó. Miért? Mert az elménk egyik fele, a bal része, az egy nagy raktárhoz van kapcsolva, ahol ott vannak azok a múltbéli információk, amely alapján az ember ösztönösen cselekszik. És van a jobb agyféltekénk, ami a gondolkodáshoz kapcsolódik, ami egy másik fajta raktár, egy olyan raktár, amit nem éltél meg, hanem mások raktároztak el. De te nem éltél meg. Világos ez? És azt, hogy most ki élte meg azokat a dolgokat, az ebből a szempontból részletkérdés. Oké? És hogy mikor élték meg, nem számít. Nem ez a fontos. Tehát te kettőféle raktárhoz tudsz kapcsolódni. A múlt olyan raktárhoz, amit megéltél, vagy egy olyan raktárhoz, amit mások éltek meg. Szerinted melyikben van több információ? Amit te éltél meg, vagy abban, amiben, amit mások éltek meg? Akkor melyikből tudnál több információt kapni, helyesebb információt kapni? Abból, amit te éltél meg, vagy abból, amit mások megéltek. Tehát most gondold végig, itt van 8 milliárd ember. Hány milliárd ember élt már ezen a bolygón? Érted? Összességében. És azoknak az információi, megélései ott vannak abban a raktárban, amihez a jobb agyféltekét kapcsolódik. Oké? De ez, hogy hozzájutsz bármilyen információhoz, amit szeretnél, ahhoz kell egy engedély. Érted? Nem általad kapott engedély. Egy más lény által adott engedély. Nem emberi lény által kapott engedély. Világos ez? És az azt jelenti, hogy ami információra szükséged van, akkor ahhoz engedéllyel hozzáférsz. Ehhez hozzáférhetsz. Ez semmi gond, ez nem kell engedély. De ehhez engedélyre van szükség. Az tudod miért? Hogy ne élj vissza azzal a tudással, ami milliárdok, milliárd emberek tudása. Érted? És akkor azt mondják, hogy jó, ehhez hozzáférhetsz, ehhez nem férhetsz, ehhez hozzáférhetsz, ehhez nem férhetsz, ehhez hozzáférhetsz, ehhez nem férhetsz. Vagy mondják egyeseknek, hogy nyisd a hozzáférés, semmihez nem férsz hozzá. Kész. Érted? Miért? Hát mert egy etikátlan ember visszaélne a tudással. Világos ez? Egy etikus ember az nem él vissza a tudással. Oké? És ez azt jelenti, hogy gondold végig, hogy nem kellene az életeden változtatni. Hogyha ismernéd a saját működésedet, képes lennél arra, hogy megértsd, hogy mennyire különleges lény vagy a többi élőlényhez képest, nyilván nem az emberekhez, mert a többi embernek is ugyanazok az elvi képességeik vannak, érted?
tehát elvileg ugyanazok a képességei vannak. De itt van egy fontos dolog, az, hogy mit engedélyeznek neked. Érted? Milyen információkat engedélyeznek a te számodra? És ugye az etika az nem egyszerűen annyi, hogy ne okoz másoknak bajt. Ott vannak olyan, olyan dolgok is, hogy ne okoz magadnak bajt. Oké? Illetve a nem cselekvéseddel nem ulasz el olyan dolgot, amit persze te szeretnéd, hogyha veled megtennének. Érted? Stb. Stb. Tehát több összetevős az etika. Ha a bolygón etikusak lennének az emberek, akkor már rég aranykor lenne, rég a szeretet korszakban élné. A szeretet korszak arról szólna, hogy az emberek képesek békében, szeretetben, feltétel nélkül együttműködni. Tehát most gondold végig, ha te tudnád az emberekről, hogy kép egy másik emberről, akit sose ismersz, de tudod róla, mivel tudod, hogy mindenki etikus, vagy tudnád, hogy mindenki etikus, érted? Akkor eleve azt feltételeznéd, hogy ő szeret, nem? Azt feltételeznéd, hogy békés, nem? És együttműködő. Meg se kérdőjeleznéd, hogy nem. Most azért kérdőjelezed meg ezt, mert az emberek nem ilyenek. Az emberek egy jó része nem békés, vagy nem szeretetteljes, nem? Vagy nem együttműködő. Vagy három közül egyik se. Oké? Jó, azok, akik a három közül egyik se, azok a kisebb százalék. De az emberek jó része, vagy kettő, vagy egy hiánnyal szenvednek. Oké? Tehát gondold végig, nem? Jobb lenne egy olyan társadalmi formában élni, ahol megbízhatsz az emberekbe? És tudod róluk azt, hogy lehet velük együttműködni feltétel nélkül, mert szeretnek és békések? Nem jól lenne egy ilyen társadalmi forma? Nem kellene egy ilyen társadalmi formát létrehozni? Ez a frankó társadalmi forma, ami most van? Hát én tudom, hogy a rossz embereknek ez tök jó, ami most van, mert a zavarosban a legjobb halászni, tudod? És akkor elterelik a jó emberek figyelmét a sok rosszal, és akkor a jó embernek nincs arra figyelme, érted, hogy ő neki hogyan is kellene működni, és ahhoz a működéshez odafejlődni. Ezt el lehet érni. De most egy kérdés van, hol lehet ezeket elérni? Hol lehet azt megtanulni hozzá a módszereket is, hogy az ember képes legyen megfelelően használni az elméjét? Tehát most az imént említettem, hogy van három részből állunk, és abból csak egy hal meg. A tudás az nem hal meg. Érted? A tudás nem hal el. Az egy adatbank a tudás. A lelked, az energia, ugye az egy energia lény, egy értelmes energia lény, amely benned van. A lélek, tehát egy energia, az nem vészel. Az nem pusztul el, nem hal meg. Az energia az nem vészel, legfeljebb csak átalakul. Ezt tanultuk fizikában. Oké? Szóval gondold végig, és az embereknek három részük van, abból kettő öröklétű, és mégis a legeslegfontosabb számára. A harmadik, amely meghatározott időn belül elpusztul. Nem? Mert mindenkinek a teste felmondja a szolgálatot
előbb-utóbb, nem? De a lelked az sosem mondja föl a szolgálatod. A tudás, az elménk az sosem mondja föl a szolgálatot, az működik. A tudás az nem vészel. Oké? Bár az emberek ugye azt gondolják, hogy hát elvész. Miért nem nézel utána? Egy hála Istennek egy olyan világban élhetünk, a tudásnak utána lehet nézni. Jó, persze, tudjuk jól, hogy vannak hamis információk, hamis tudás, álinformációk, ahogy szokták mondani. Na most ott is van egy ilyen, hogy vajon az az információ valós, vagy hamis. A gondolkodás azt jelenti, hogy megkapod rá az információt, hogy az hamis, vagy igaz. Oké? Okay? Ugye életünkben már sok olyan eset volt itt az elmúlt 20 évben, amikor ugye hozzám fordultak és kérdezték azt, hogy ez be fog következni, vagy nem fog bekövetkezni. És akkor mindig történt olyan, hogy azt mondtam, hogy be fog következni, vagy nem fog bekövetkezni. Amire azt mondtam, hogy be fog következni, az be is következett. Amire azt mondtam, hogy nem fog bekövetkezni, az nem is következett be. Mert használom ezt a kapcsolatot, érted? És ha egy ember tapasztal dolgokat, ugye három dolog miatt születtünk le. Egy, hogy tanulj, fejlődj. Kettő, annak alapján, amit tanulsz, fejlődsz, tapasztalj. Tehát ez azt jelenti, hogy használd a tudást. Érted? A harmadik, hogy taníts másokat is arra, a tudásra, amit már te tudsz, arra a tapasztalatra, amit már te tudsz. Érted? Mindnyájan ezért születtünk le ide a bolygóra. Mindnyájan. Van, akinek nagyobb feladata van, mint például nekem, van, akinek kisebb feladata van ebben a kérdésben. Tehát vannak olyan emberek, akiknek csak azt kellene megélniük, érted, hogy jó szinten csinál egy szakmát, és annak a tudását át kellene adni. Érted? Vagy akár kiválóan, kiváló szinten csinál egy szakmát, és annak a tudását át kellene adni. De az emberek legnagyobb része nem tanít. Nem adja át a tudását. És ezt úgy hívják, hogy mulasztás. Márpedig akkor az egyén a küldetését azt nem teljesítette. És akkor tudok ilyen dolgokat, hogy kérdezek és választ kapok. Például arra vonatkozóan, hogy mondjuk kinek hanyadik leszületése itt a bolygón. Oké, nem mindenkinek akarok ebben választ adni, nyilvánvaló. Csak aki megérett erre a válaszra. Érted? Akkor például azt is, hogy honnan jött? Mielőtt ide a Földre jött? Erre is tudok válaszokat kapni. De megint ugyanez a helyzet azoknak, akik megérettek erre a válaszra. Szóval a lényeg az, hogy én használom azt, amit te is használhatnál, aminek az alapja az etika. Az etika pedig az, hogy nem teszel olyan dolgokat, amit nem kéne, és megteszel olyan dolgokat, amit kéne. Érted? Tehát kellene. Tehát ez ilyen kettős, kettő együtt. Jó? Kettő az egyben, ahogy szokták ezt mondani. Úgyhogy egyetlen hely a bolygón, ahol mindenre, amire az ember és az élet működésével kapcsolatosan felmerül benned kérdés, az itt választ tudsz kapni. Oké? Sőt, módszert tudsz kapni. Ha te egy olyan életet akarsz a jövőben, ahol szenvedni akarsz, akkor ne gyere ide tanulni, fejlődni.
De ha olyan életet akarsz, aki nem akar szenvedni, akkor várunk szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a háziasszonyuknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük Szedlacsik Miklós mesterkócsnak. Hát ez az előadás megint egy nagyon-nagyon nagy gondolatébresztő, honnan jöttünk, hová megyünk, mi a dolgunk. Én az életem legjobb döntésének tartom azt, hogy rám talált a PPH és csatlakoztam, mert azóta az én életemben is rengeteg változás, gyökeres változás történt. Enélkül a tudás nélkül lehetetlen lett volna elérni, és én ezt sok év tapasztalata alapján merem mondani. És enélkül a tudás nélkül semmi változás nem lehet elérni. De ha semmit nem teszünk, akkor ugyanaz fog történni újra, és akkor az életünk semmiben nem fog változni. Én azt látom, ha nekem egy életterületemen elakadás volt, akkor az összes többire is akkora kihatása volt, hogy az összes többi terület sem tudott jól működni. Nem beszélve arról, hogy semmiféle ilyen eltitkolt tudás nálam sem volt. Rengeteg dolgot tudtam a természetgyógyászatról, a test működéséről. Én a biológiát szerettem, nem a matematikát, az a harmadik tantárgy. Mert hogy a test működése is kémia, fizika, hát egyértelmű. De nem ez a lényeg. És régen a magyar nyelv, ugye mindenki a test egy porhüvely. Romlandó. A lélek örök. És a magyar mindig kimondja. És csak ezzel a tudással tudjuk elérni, amit a nagyon nagy őseink nagyon tudtak, öntudatra ébredés. Ott nincs ösztön, ott nincs állati rész, és arra csak a lélek képes. A magyar mindent kimond, bármelyik szót végig gondoljátok, meg fogjátok találni a válaszokat. Én a köszöntéseket szeretem nagyon, mert a régi magyar annyit mondott mindig, hogy Isten hozott. Isten veled, és Isten áldjon. De a gyerekekre sem mondták a gyerek születésére, hogy megszületett. Világra jött. Erre a világra jött a lélek, nem a test. Na, nem tartok tovább magyar órát, de akik itt tanulnak kitartóan, mindenki arról számol be, hogy rendbe tudta tenni az életében, bármekkora probléma volt, de bármilyen régi, annyit kell tenni, hogy az ösztönös részünket kikapcsolni, az egót legyőzni, szembesülni, és a tudatunkat tudjuk használni, sehogy máshogy. Vagy egyik működik, vagy a másik. Az ego bezár, fogva tart, a tudat fölszabadít, és megint itt a magyar felemelkedés, vagy leesik a hangulat. Tehát ki kell elemezni a szavakat. Szedlacsik Miklós annyiszor elmondja ezt, hogy elemezd ki, amit gondoltál, vagy amit tettél. És én azt javaslom neked is, hogy ne halogass, kezd el itt a Nyílt Akadémiánál a tanulást, most rögtön, nem véletlen találkoztál a PPH-val, te sem fogod megbánni, sőt, nagyon hálás leszel ezért a tudásért. Amint tudjuk, hihetetlen minimális a tandíj, máshol egy receptet nem írnak ennyiért alá, 19.700 forint, nagyon-nagyon-nagyon kedvező, mindezért 30 óra. Olyan tudást kapsz, amit sehol máshol nem lehet könyvekből megtanulni. Az akciós tandíjunk az összes többi hónapra 12.500 forint, és mind ezek után még kapsz egy ingyenes üzleti lehetőséget is, aki él vele, él, aki nem, az csak a tudást kapja, meghasznosítja. Aki szeretné ezt megtenni, próbálja ki 3 hónapra, mert akkor látod, hogy van értelme, nincs értelme, tudod-e használni, akarod-e használni, és még ez is mind csak 44.700 forintba kerül. Tehát ez egy olyan összeg, én azt gondolom, hogy a tudásra, a jövőnkbe befektetés. Ez nem egy kidobott pénz, ezért megkapod a tudást, örökre a tiéd, mindenképpen megéri. Egy nívósabb koncentré is ennyibe kerül.
két óra hossza. Kalkuláljatok, számoljatok, matematika. Amennyiben szimpatikusnak tűnik számodra az ajánlatunk, személyes részvételed esetén egyszeri betekintése van lehetőség, szünet után következő coachképzésünk lesz a párkapcsolati coach, ami hát én azt hiszem, hogy minden ember számára a legeslegfontosabbnak kell legyen. Tehát a szünet után kezdődik a párkapcsolati coach képzésünk, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és elköszönünk tőled. Most pedig 30 perc szünet következik.